Ha jól tudom, az első ilyen ritmus játék, ami VR-ra érkezett, az a Rock Band VR volt, illetve ami még jobban hasonlít arra a stílusra, amit a Beat Saber is képvisel, azt úgy nevezték, hogy Audio Shield. Ezután nem sokkal érkezett a Sandboxing nevezetű játék, ami sok szempontból nagyon hasonlít a Wave Circles játékra, amit most is láthattok a képernyőn, ahol ugyanis ilyen gömböket kellett boxolni, amit a más játékosok a különböző zenékre megalkottak. A Wave Circles a Platforma VR csapatnak a legújabb alkotása, ahol is nagyon hasonló látványvilágot kapunk, mint egy Beat Saberben. Egy kicsit viszont talán bonyolultabb játékmenettel, hiszen nem csak dobozokat kell kardokkal vágdosni, hanem a kezünket kell berakni ilyen kis köröcskékbe, vagy gömböcskéket kell elérnünk, ezekbe beleütve pedig pontokat kapunk. A Beat Saberben is vannak a pályán különböző aknák, amiket kerülgetni kell, itt viszont ilyen háromszöges tüskék vannak, amihez ha hozzáérünk akár fejjel, akár kézzel, akkor pont levonással jutalmaz minket a játék. A Wave Circles-ben ráadásul van, hogy a fejünket is egy bizonyos pontba bele kell illeszteni, azt egy ilyen kék búrába kell belepakolnunk a kis buksinkat, és ha ez megvan, akkor kapunk plusz pontokat, illetve hát megy tovább a szorzó. A Wave Circles-ben különböző zenék alapvetően beépítve megtalálhatóak, ezek viszont szerintem nem annyira ütősek, mint a Beat Saber-nek a kezdő kollekciója. Ez sajnos nem mondható a játék előnyére, viszont bármilyen zenét könnyedén be lehet pakolni, ha a játék könyvtárába, a megfelelő mappába berakjuk a saját MP3 vagy Wave fájlunkat, akkor, hogyha ezzel megvagyunk, akkor a játékban készíthetünk saját fáját, és hogyha a létrejövő fájt megosztjuk másokkal, akkor ők is ezt le tudják tölteni. A Wave Circles ráadásul sokkal jobban megmozgat, mint egy Beat Saber, mert sokkal jobban benne kell lenni az egész testnek a mozgásban. A Beat Sabernél lehetséges csalni, hogy csak a karunkkal mozgunk, de itt annyira ez nem megoldott. Ráadásul, hogyha ezek a háromszög tüskék vannak, akkor tényleg oda kell tennünk magunkat, hogy még teljesen nagyon érjünk bele a dolgokba. A Wave Circles nem egy rossz játék, de úgy gondolom, hogy Oculus Quest-en nagyobb lehetőségek vannak benne, mert PC-n már annyi hasonló stílusú játék van, hogy nem is kell, hogy még egyel találkozzunk. Viszont a játék még nincs kész, tehát még odébb van az, hogy ez megvalósuljon, mármint az, hogy Questre érkezzen. Ez lett volna tehát a Wave Circles-nek a bemutatója, ami edzésjátéknak teljesen tökéletes, nagyon jól megmozgat, nagyon lefáraszt, sokkal jobban, mint egy Beat Saber, viszont van még hova fejlődni a játéknak, hogyha egyáltalán befejezik, mert ugye az Early Access világában ez nem mindig történik meg manapság. Köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!